Orbán Ráhel barátnőinek telefonjait lophatták el a miniszterelnök lányának esküvőjéről, így értesült a Hír 24. A hírportál szerint a mobilokon olyan felvételek lehettek, amelyek Orbán Ráhel lánybúcsúján készültek. A rendőrség hatalmas erőkkel nyomoz, a Hír 24 szerint már 60 embertől vettek DNS mintát, és mindez több mint 9 millió forintba került. DNS vizsgálat a bűnügyi szakértői és kutatóintézetben. Itt vizsgálják azokat a DNS mintákat is, amiket az Orbán Ráhel esküvőjén dolgozóktól vettek le. Minden ilyen mintát összehasonlítanak egy olyannal, amit egy telefontokon találtak. Azt remélik, ha egyezést találnak, meg lesz a telefontolva is. Jó, itt van a mennyasszony. Orbán Ráhel esküvőjén két vendég iPhone-ja tűnt el. Az országos rendőrfőkapitány utasítására a Nemzeti Nyomozó Iroda életvédelmi osztályára került az ügy. A Hír 24 úgy értesült, a mennyasszony barátnőinek mobiljait lopták el. A készülékeken a portál szerint olyan felvételek lehetnek, amik Orbán Ráhel leánybúcsúján készültek. Azt szeretném elérni elsősorban, hogy állapítsák meg a túlkapást, illetve hogy Orbán Viktor kérjen bocsánatot a személyzet tagjaitól. Csókási László pincérként dolgozott az esküvőn. Hónapokkal később tőle és a személyzet többi tagjától is DNS mintát vettek. A férfi azt mondja, megalázó volt a lopás utáni rendőrségi eljárás. Ha másodjára is visszahívnak, akkor ezt már úgy érzem, hogy gyanúsítanak. Hiába nem azt mondták, hogy gyanúsítás, hanem úgy volt megfogalmazva, hogy kizárás céljából, de nyilvánvaló annak a céljából megállapítsák, hogy én voltam vagy nem én voltam. És az már megalázó egy ilyen ügyben. A férfi azt mondja, amikor kiválasztották pincérnek, titoktartási szerződést irattak vele alá. Ezért magáról az esküvőről nem mondhat sokat. De az nem tűnt fel neki, hogy bárki is kereste volna a telefonját. De látta egyébként magát a készülékeket? Nem láttam telefont. A Hír 24 úgy tudja, a nyomozás során már 60 embertől vettek mintát. Ez 9 millió forintjába került az államnak, mert minden egyes DNS vizsgálat 150 ezer forint. Tarányi Péter biztonságpolitikai szakértő szerint nem törvénytelen, ha a Nemzeti Nyomozó Iroda gyilkosságokra szakosodott csoportja nyomoz a telefonlopások miatt. A miniszterelnök és családtagjai ugyanis fokozottan védett személyek. Szabálytalanság ugyan nem történt, de szakmai, etikai, vagy hogy mondjam, józanész oldalról való megközelítés oldaláról azért igencsak furcsának tartom. Az sem mindegy, hogy milyen adatok voltak a készülékekben, mondja a szakember. Itt tényleg van egy bűncselekmény, most nyilvánvalóan ennek a súlyát nem tudom mérlegelni. Más egy olyan telefonnak az eltűnése, amin mondjuk nemzetbiztonsági adatok vannak, és más, hogyha valamifajta bulizós, kellemetlen fényképek vannak a telefon. A szakértő szerint, ha valóban a miniszterelnök lányának barátnőit károsította meg a tolvaj, észszerűtlen több mint 9 millió forintot költeni a nyomozásra. De azt mondja, a rendőrségi törvény alapján az esetleges pénzpazarlásért senkit sem lehet felelősségre vonni.